Köszöntöm a Trió TV nézőit, közéleti magazinunkat látják 2023. április 7-én, nagypénteken, 19 órakor, mai műsorunk tartalmából. Kinyitott a nyári bejárat, az időjárás ellenére erős szezont kezdő hosszú hétvégére számít Bükkfürdő. Portékavásárral kezdődött, tojáskereséssel végződött a húsvéti program Csodaországban. Édes lett a húsvétvárás a bükki idős otthonban, kézműves csokoládét formáztak, díszítettek. Finisben a felkészülés, április végén sok színfest a Petőfi 200 jegyében. Petőfi 2023-ban irodalomtörténeti előadás. A Csepregi Farkas Sándor Egylet és a Művelődési Ház szervezésében. Elfogadták a Csepregi Művelődési Központ éves beszámolóját. Az épületet több felújítás is érinti. 18 gazda 58 tételét mérette meg a 40. Csepregi borversenyen. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk. Tartsanak velünk! Gyógyvizes strandmedencéket nyitottak, és a húsvéti hosszú hétvégén a nyári bejárat felől is várja a vendégeket a Bükkfürdő Termálent Spa. A Termál Camping Bükkfürdő tele van, és a többi büki bükkfürdői szállásadó nagy része is élénk forgalommal számol a napokban. Az időjárás lehetne kellemesebb, de ezzel együtt erős szezont kezdő hosszú hétvégére számít Bükkfürdő. A pavilon sor felől is egyértelmű, hogy merre van a szezonális bejárat a büki gyógyfürdőbe. Most a húsvéti hosszú hétvégére kinyitották. Több kültéri medencét is megnyitunk majd a hosszú hétvégén, illetve kinyitjuk a lángosozó pizzázót is, ahol vendégeink már ki tudnak jönni a strandra étkezni is. Tehát akkor a várakozások szerint jó húsvétunk lehet? Arra számítunk, a szálláshelyek foglaltsága nagyon magas, a saját kempingünk a 100%-ban teljesített lesz a hétvégén, illetve a partner szállodák is szinte tele vannak, és összeszobájukat értékesítették. Nagyon sok vendéget várunk ide a hosszú hétvégén, reméljük az időjárás kegyes lesz hozzánk, és a strandfürdőre is ki tudnak jönni a kültéri medencékbe, de természetesen a beltéri medencékben, szauna világunkban is várjuk majd a vendégeket. Vendégváró már a termáltér. Az építményeken kívül nincs munkaterület, ezzel pedig méltó helyszín fogadja gyógyfürdő vendégeit is. Hát lehetne jobb idő is, az biztos, de azt lehet mondani, hogy az elmúlt évek után, amikor valamilyen korlátozás, Covid-járvány, egy hullám, több hullám jött, ahhoz képest most talán az első olyan év, ami a nem jön közbe semmi, akkor teljes egészében szabadon átjárható, illetve szabadon lehet közlekedni ebben az esztendőben, és ezért nagyon bizakodunk, hogy a turisztikai szezonunk jó lesz, és ennek az első komolyabb alkalma, amikor ezt megláthatjuk, remélhetőleg ez a húsvéti időszak, húsvéti hétvége, hiszen most ugye a nagypéntek is ünnep már, tehát négy napos ünnepről beszélünk, négy napos hétvégéről, és hát a fürdő megpróbált teljes egészében fölkészülni rá, ugye a nyári bejáratot is kinyitja erre az időszakra, és szerencsére a gyógyhelyfejlesztési beruházásunkból a főtér rész az készen van. Igazából a látogatóközpont, illetve a főtéren még a kilátón vannak munkálatok, de hála Isten a tér átjárható, így tulajdonképpen a kordon elbontása után az üzletek, az üzletsor is annak a része lett, úgyhogy itt tudnak korzózni az emberek, tehát meglátjuk egyáltalán, hogy működik, meg egyáltalán az építési területnek a felszámolása után most ez hosszú idő óta az első olyan év itt a Bükkfürdőn, amikor nagyobb munkaterület nem zavarja mondjuk a vendégeknek a közlekedés, illetve a település résznek a látványán. Úgyhogy bízunk abban, hogy most tényleg beérik annak a több éves munkának a gyümölcse, ami ennek a városrésznek az átépítését, illetve fejlesztését jelentette és jelenti. Megszámlálni sem lehet, annyi nyúl lepte el Csodaországot. A büki oviban már napok óta a húsvét lázában égnek a gyerekek. A programsor szerdán csúcsosodott ki, amikor jótékonysági vásárt tartott a szülői közösség. Volt bábszínház is a húsvét jegyében, és a szeles, hűvös időjárás ellenére tojáskeresés helyszíne lett az ovi udvar. A szülők is részesei lehettek a húsvéti programoknak, hiszen a napokban nyílt napokat tartanak számukra a csoportokban. Erről is mutatunk részleteket. Minden tojás, már ilyen tojása, akkor próbáljuk itt, és korodunk a napot. Ki a következő? Már gyerek, próbáljuk. Csináljuk, hogy mit tudunk, hogy már kér tojásból. Figyelj, be vagyunk a tojásba. Kis csigét vagyunk, és hogy
tudsz vele kibújni. Föl kell törni a törvéséget. Jaj, de kicsi nekünk, jaj, de kicsi nekünk! Húj! Ah, és te már kívül is vagy, te is mehetsz válni. Húsvétváró varázskocka fogadta az ovisokat szerdán. Gurítottak a kockával, amit mutatott, azt el kellett játszani, hogy választhassanak a portékák közül. Ezeket kifejezetten a szülői szervezet tagjai készítették, tehát kifejezetten a szülők szerettek volna kedveskedni ezzel a gyerekeknek. És ez ugye, amit összegyűjtenek a becsületkasszába, az tulajdonképpen az óvodáira ajánljuk fel ezt a pénzt. Hogy képzeljük el, összeültek a szülők, kigondolták, hogy mi minden készüljön, és nekiestek? Mindenki ennyire ügyes? Igen, mindenki így maga találhatta ki, hogy mivel szeretne kedveskedni, úgyhogy ezt így nem beszéltük meg előre, csak mindenkit megkértünk, hogy aki szeretne, és szeretne valamit csinálni, azt hozza be. Nagyon kreatív kincsek készültek. Nyuszik, csibék, tojások. A csokoládét tartalmazó csomagok voltak a legkellendőbbek a portéka asztalról. A portékákért cserébe a becsületkasszába vártak felajánlást a szülők. Tavaly évben volt az első, hogy a szülői szervezetnek a tagjai felajánlották, hogy készítenek különböző portékákat a gyerekek számára. Nagyon lelkesen készültek már hetek óta, sőt már mondhatjuk, mert a horgoltak biztos, hogy annak jó sok időre volt szükség, mire azt a rengeteg horgoltojás és nyuszi elkészült, és ezeket reggel egy mókakocka feladatának a teljesítése után lehetett megvásárolni. Tulajdonképpen aki a mókakockán teljesítette a feladatot, már választhatott is egyet az asztalkánkról, és a gyerekek nagyon lelkesen tették is ezt meg. Persze voltak, akik félősebbek voltak, ott az anyukák csinálták a feladatokat, vagy az apukák, de a többségük azért nagyon bátran csibévé vált, ha kellett, vagy éppen nyusziként ugrált a folyosón. A mozgalmas fogadtatás után báb előadás színesítette a húsvétra hangoló szerdát Csodaországban. Még hogy én, Kata, hiszen te jöttél nekem! Hát nézd már meg, te állod el az utat azon a sok festékes bőrre! Most meg nézd meg, csupa festék lettem! Aj, te csak ne szólj egy szót sem! Csöpög rólam a kék, a piros és a sárga! Nem hiszem el, természetesen kibékültek a veszekedő nyuszik, akik elköszönésként feladatot adtak az ovisoknak. Elrejtettek ugyanis 25 színesre festett húsvéti tojást Csodaország kertjében. Nyuszi fülét hegyezi, nagyban nyuszát vödöri, répát teszi, rop-rop-rop, és most lehet ugrani, nagyon ugri, hop-hop-hop! A nyuszis bemelegítés után jöhetett a lényeg. Szerte az ovi udvaron megbújtak hímes tojások. Azokat egytől egyig megtalálták, és összegyűjtötték a kicsik. Nem tartotta vissza őket a húsvétváráshoz kevésbé illő időjárás sem. Van egy gyönyörű piros tojásunk, de jó! Jöhet a következő, te is találtál? Ez a fehér pöttyös tojás is megvan! Az is megvan, nagyon jó dolgom van! A tojáskeresés csak az egyik volt a legizgalmasabb napi programok közül, ugyanis az ovis csoportok vendégei a napokban a gyerekek szülei. Egész héten, illetve még jövő héten is folytatódik, a csoportokban tavaszi nyílt napot tartunk. Épp a pillangó csoportban egy húsvéti nyílt napra tudtatok bekukkantani. A szülőkkel közösen, a gyerekek együtt, óvónénik, dajkanénik, szülők, gyerekek együtt töltenek egy délelőttöt, amely során kézműveskedhetnek, társasjátékozhatnak, rajzolhatnak együtt. A cél az az, hogy eltöltsünk egy közös délelőttöt, amivel pont azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az óráinknak nagyon fontos, hogy a szülőkkel, a családokkal együtt nevelünk, egymást kiegészítve teszünk meg mindent a gyerekek optimális fejlődése érdekében.
Étcsokoládét, tejcsokoládét, fehér és rubin csokoládét is kóstoltak az idősek a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ húsvétváró alkalmán. Nem csak a kész csokoládékkal ismerkedtek, hanem megtudhatták, hogyan készülnek a kézműves formacsokik, sőt, saját maguk is készítettek húsvéti édességet. Három asztal köré gyűltek az idősek a közösségi térben a húsvét előtti szerda délelőttön. Édes programra kaptak meghívót. Egy rendhagyó húsvéti kézműves foglalkozás lesz ma itt nálunk, ugyanis hívtunk egy csoki kézműves mestert, aki nagyon-nagyon rugalmas módon, és köszönjük neki most is, hogy elfogadta a meghívásunkat, és csoki nyalókákat fognak készíteni nálunk most a lakók, illetve a városból, akiket be tudtunk hívni, és elfogadták a meghívásunkat. Egy ilyen csoki kézműves foglalkozást fogunk most tartani a húsvét jegyében és a húsvét alkalmából. Tojásfestés és papírfigura készítés az előző években már adott programot. Idén éppen ezért szerveztek különleges rendezvényt. Tehát pont azért is gondoltuk azt, hogy legyen egy picit más, mint az eddigiek, nem azok a megszokottak, amiket már azért ismerünk, meg a régiek már hogy ne ismernének ugye a különböző festési technikákat a tojásokra, erre arra, hogy egy picit ismerkedjünk meg egy másfajta anyaggal is, és egy picit édesítsük már meg ezt a nagyon hűvös napokat. Az alapoknál kezdődött a csoki ismerkedés, egészen a májvafélék családjába tartozó kakaófa gyümölcsénél. Nem tudom, hogy esetleg valaki látott-e már ilyet. Kakaóba. Nagyon jó, mindenki azt szokta mondani, hogy kakaóba majdnem nagyon tökéletes, de kakaóba igen? Így van, ez a házikója a kakaóbabnak, ez a kakaó gyümölcs, ez egy gyümölcs, az egyenlítő környékén vagyunk, ahol ugye egyenletes a hőmérséklet, nagyon fontos, hogy ugye a kakaó gyümölcsök nem szeretik a közvetlen fényt, tehát általában ilyen ködös, nedves időszakban vagyunk. Ez a kakaó gyümölcs, ez egy igazi egyébként, ezt kaptam egy tanítványomtól, belseje az uborka textúrájához hasonlít, tehát tényleg egy olyan anyagban ülnek a kakaóbabok. Körbejártak a kakaóbabok, aztán étcsokival, tej és fehér csokival is ismerkedtek a résztvevők, mielőtt elkészítették a saját kézműves finomságaikat. Megtudták, hogy fontos a temperálás, azért, hogy megfelelő hőmérsékletű és textúrájú legyen a csoki massza. Pontos instrukciókat kaptak, hogy ne csak finom, de díszes is legyen a készülő csoki nyalóka. Kapunk egy ilyen majdnem formátlan valamit, de azért kerek kis csokoládét. Háromszor ráütünk, 1, 2, 3, nem is kell nagyot, és utána pedig fogjuk és szépen megszórjuk. Tehát igen, így teszünk rá egy kis liofilizált málna, ugye ez a szárított málna. Vannak ezek a kis szórócukrok, nagyon-nagyon szépen mutatnak. Arra vigyázzunk viszont, hogy ezek nagyon kemények, jó? Tehát, hogyha valaki szeretné elfogyasztani, akkor csak óvatosan, jó? Meg én sem vállalkoznék rá. Viszont nagyon, nagyon szépen mutatnak, jó így díszítésnek. Kérdékes kókuszt is rárakni, egy kis pillecukrot. Jó, és akkor így fog kinézni. Ennyi lenne a feladat. Nem akármilyen celofánra kerültek a csoki halmok. Húsvéti minta került a szárított gyümölcsökkel ékesített csoki lapok alsó felére. Így lett igazán édes a húsvétra hangolódás a Dr. Horváth Tibor Szociális Központban. Parancsoljon is, háromszor is elvárom. Nagyon szép, nagyon jó. Ebbe pedig még tenni fog. Műsorváltozás. A Sokszín Fest április legvégén várja a színház barátokat. A Petőfi 200 jegyében rendezendő esemény várhatóan végleges programjáról hoztunk részleteket. Hát bizony én nagy mellénnyel elmondtam, hogy akkor kik lesznek a fellépők itt a április 28-29-ei hétvégén. Csak aztán, amiről már korábban beszéltünk, a Színházi Olimpia, ugye ami most már zajlik Magyarországon, hát azon a hétvégén
felerősödik, úgyhogy előadás dömpingek lesznek mindenhol, többek között a Szó és Kép Társulatnak is, pápai barátunknak is, tehát ők nem fognak tudni jönni a Gondűző Borocska mellett című Petőfi előadásukkal, de lesz helyette más. Úgyhogy ismételjük át újra ezt az egészet, hogy mégis hogyan lesz, mint lesz. Tehát április 28-án itt lesz velünk Kálid Artúr, a Göttinger Park Szénakutyák című előadásával. Aztán pénteken csak ez az egy előadás lesz, és szombaton délután most már kezd összeállni a program. Úgy néz ki, hogy 14 órától lesznek előadások itt a Művészeti Központ Színház termében. A sorrendet meg a részletes programot most rakjuk össze a kollégákkal, de most már elmondhatom azt, hogy itt lesz velünk a Cseprekből Farkas Sándor Egylet, Szomszédvár barátaink Hajzer Ákos vezetésével jönnek és hozzák a Török Rezső Testamentum című komédiáját, valamint lesz itt kettő arany minősítéses előadás is. Az egyik a Körmendi Kastély Színház Társulat, Tóth Ede a Falu Rossza című kétrészes játékával jönnek, valamint itt lesz Hevesről a Blaha Színkör, ők pedig az Egyszer Volt című népi eposzt hozzák el, aminek jó része ugyanúgy Petőfi műveire épül, mint ahogy a mi előadásunk is, amit most már ugye láttak a Facebookozók, valamint a tévénézők is, hogy már készül az előadás. Ez is Petőfi versekből készül, a címe pedig Cimborák, ez a búcsú pohár. Érdekes és jó kis előadásnak nézünk elébe, én szerintem. A zeneszerzők az Pintér Anikó és Hújber Ferenc, mindenki ismeri őket itt a környéken, és közre működik a Kekeri Keltike együttes. Ez lett most a fúziós nevük, ugye a népdalosokból és a citerásokból összeállt csapat fog nekünk zenélni az előadás alatt. Hát a rendezője H. Nagy Katalin, őt már ismerik, a Bükiek több előadásban is dolgoztunk együtt, és azt is elmondhatom, hogy az előadások közben pedig Vasvárról a Tarisznyások együttes fog zenélni, ugyanúgy Petőfi összeállítással készülnek, tehát amíg az átállás lesz két előadás között, addig ők muzsikálni fognak itt nekünk egy kicsit. És hát amit mondtuk, ugye a Művészeti Központ nyert elég szép összeget erre a rendezvényre, viszont ezen kívül is lesznek főtámogatóink, az pedig a Nestlé Purina gyár, Büki gyára lesz, és a Büki önkormányzat, akik már biztos, hogy támogatnak minket, valamint bőben Jankovics Bea készül egy ajándéktárgyal a csoportoknak. És azt még el szeretném mondani, hogy mindig van meghívott vendégünk, aki megnézi az előadásokat. Idén ez Szabó Róbert Endre lesz a Vörös Sándor Színházból, elfogadta meghívásunkat. Valamint itt ez Veszprémből nagyon régi barátunk, még az őskorból, tehát ő is színjátszó volt a Veszprémi Alig színpadban. Színész, rendező, író, tanár, mesemondó, nagyon sok titulusa van, ő pedig Zalavári András barátunk, egy előadását, az egyik előadás, egyik írásából készült előadásban mutattuk mi is, ez az Allotrópia volt még jó pár évvel ezelőtt. Hát nagyon gazdag lesz ez a hétvége, úgy tűnik, mindenkit vártok, bárki jöhet, hogy néz ki itt a belépés helyfoglalás? Természetesen, bárki jöhet, a részletes program most már hamarosan ki fog menni, mindenki meg fogja találni a kedvére való előadást szerintem a délután folyamán, és ami nagyon fontos, tehát mindegyik előadás, akár a pénteki, akár a szombati előadások ingyenesek lesznek, tehát bárkinek, és korhatár megkötöttség nélkül lehet jönni. Meg a tarka mondja! Az öreg maga hajtotta át, Kovács Espár, Fügyőfaludunk! Azt várnak, aki meg ez! Egyen meg! Az egyen meg téged! Nekem hazudhatsz! Bánom is én munkáltam! Hát mire kell a sietsi? Az ember halas a gyűjtmény kise fújhatja maga, már a hónap így, ne? Ez a feleség, ez? Ne? Víz! Két rajcárom voltást, amely
Jézus Mária! Örökké való Atya, Úr, Isten! Hallottam már ilyen? 50 pengőt megszabálni egy így szakam? Te nem szabáltam meg! Hát, tán elvesztetted? Csak nem vagy állat! Ellopták! Na, még nagyobb marha vagy, mint gondoltam. 50 pengőt ellopatni! 50 pengőt! Hát te nem 50-et loptak erre, hogy is? Csak 35! Mert kötöttek rendőrnek adtam, hogy fogja meg azt a cafkát! Mondtam, hogy jelzott. Há, van nekem eszem. Hát tudok én minden. Hát persze. Jár kell neked? Jár kell, hogy jár kell neked? Jár, 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 egy icakáért, mikor én itthon vagyok neked, ingyen! Hát minek ez a féltékenység, na? Féltékenység? Hidegedés? Bánom is én, halljam, napos! Na! De nem az én pénzemet. No, mi lesz már? Mikor referálod már el? Na! Hát, az UFO! Hogyan? Tegnap néve felvette a takarékban a 800 koronát, elindult a vasútra 5 órási vasúti. Na. Hát de akkor megtalálkoztam a Kovács István bácsi. Megettünk egy pohár borra. Most hát az asszorú, a tehén. Megbeszéltük, hogy megveszem a tehánát, de csak akkor, hogy te is ukkondul. Nem kell nekem. Jó tehenem van nekem. Mi a kóra? Kiváltó, mondjál, mit csinálsz? A kórúr vikáját lett előállítva, azt mondja, nagyon szinte jó szám. Hát aztán az öregem. Én meg, ahogy baktatok a vasutókszám, ez is. Jó, hátba van, valaki aztán az mondja, hogy jó estét, mondjék, bácsi. Amikor úgy ki volt, sose találnál ki. Soha! Egyen! Nagy, kövér, szürke, javány uram, és fiatalod, hozta! Hozta, azt mondja, hát, hogy... A mesél is már kigálmáz, budikba hagyja! Hát én vagyok, a Júci! Én megmondom, hát, miféle Júci? Hát a Kovács István Mácsának a Júci javánya. Hát te! Rítik, hogy a volt, rítik! Tudod, Szabadság, szeretem. Petőfi 2023-ban. Ez a címe Fűzfa Balázs irodalomtörténész előadásának, amelyet a Csepregi Farkas Sándor Egylet és a Művelődési Ház látott vendégül. Ott voltunk a programon, mutatjuk beszámolónkat. A Magyar Költészet napja adott alkalmat apropót Petőfi Sándor megidézésére Csepregen. A Művelődési Ház jelenlegi könyvtártermében gyűltek össze a Petőfit ismerő, irodalomrajongó érdeklődők, a helyszínt adó Művelődési Központ, valamint a Farkas Sándor Egylet meghívására. Nem mellékesen Csepreg érintett Petőfi Sándor életművének minőségi feldolgozásában. Ő az a magyar költő, talán akinek a legtöbb versét idegen nyelvre lefordították, és talán őt tanulják legtöbben a világon, ugyanis a Nagy Kínában, ahol másfél milliárdan élnek, is tananya, és a napokban hallottam, hogy mire valaki ott érettségére kerül, 17 Petőfi verset kell neki megismernie. Aztán még abban is talán a legnagyobb a magyar költők közül, hogy az ő neki a legtöbb versét, ő az, akinek a legtöbb versét megzenésítették, mégpedig mi is büszkék vagyunk erre, és így Csepreghez is köze van tulajdonképpen, mert az egyik zeneszerző, aki 37 Petőfi verset zenésített meg a Wikipédia szerint, az az egykori csepregi tanítónak a fia, Bognár Ignác,
aki operaénekes volt, aztán az operaház karnagya lett, és mellette zenéket is szerzett, meg dalokat is zenésített. A hallgatóság aktív résztvevője volt a Csepregi Petőfi programnak. Petőfi Sándor térben és időben is jelentős hatásáról is beszélt az irodalomtörténész. Csak a verset jó, költő meg cím nem kell, csak egyből ezt a hat sort. 3-4. Szabadság, szerelem, e2 kell nekem, szerelmemét feláldozom, életem, szabadságért feláldozom, szerelmem. Ugyanis, köszönöm szépen, nagyon jó volt, a kínai 18-20-22 éves egyetemisták mellére ez a vers volt írva kínaiul 1989-ben a Tiananmen téri lázadások idején, amikor aztán legépuskázták és tankokkal agyontaposták a diák, több száz diákot. Emlékeznek rá, akik már akkor éltek, az urak, a hölgyek, fiatalabbak. De ez 1989-ben történt. Tehát egy magyar költő verse volt ennek a forradalmi mozgalomnak a jelszava. Meg lehet nézni most is azt a nagyon híres képet, amikor egy fehér ringben, egy nejlonszatyorral egy fiatalember áll a tank előtt, és a tank megáll előtte, sőt egy tank oszlop áll meg előtte, majd ki akarják őt kerülni, és ő meg odaugrik újra eléjük, megint ki akarják kerülni, és megint odaugrik eléjük halál megvető bátorsággal. Ennyi látszik körülbelül, nem tudom, 15 másodperc vagy 20 az egész, de valami döbbenetes, és sokat tűnődöm azon, sokszor megnéztem ezt, hogy vajon ez miért lehet, miért állnak meg a tankok, amikor lelőhetnék, legépuska, összetaposhatták. Később úgyis az történik fél órával, vagy 20 perccel később. De valami titoknak kell, nem tudom megmondani, hogy mi lehet a titok. Szeretném azt hinni, hogy a Petőfi verse állította meg, de nyilván a tankokat, de nyilván ez nem igaz és nem is lehetséges, még költői túlzásként sem. Azonban mégis én ma arról szeretnék önöknek beszélni, hogy ha ebben a konkrét esetben nem is, de nagyon sok esetben segít a költészet nekünk is ma, Petőfi versei, például ez a vers, amelyet most elmondtunk, hiszen melyikünk ne tudna a saját életéből felidézni olyan pillanatokat, amikor ez a két szó, hogy szabadság, szerelem volt a legfontosabb a számára, vagy nyilván valószínűleg ma is talán még a szeretetet tegyük hozzá, bár a szerelemben lehet, hogy az benne van, nem tudom, ezen is érdemes eltűnődni. Tartalmas irodalom időt kaptak a csepregiek, és kiderült a programon, hogy nincs olyan, akinek ne lenne személyes kötődése, kapcsolata egy-egy Petőfi verssel, vagy a költő életművének és életútjának egy-egy szeletével, állomásával. Gazdasági okok miatti részleges bezárás után átépítések közepette kezdett évet a Csepregi Petőfi Sándor Művelődési Ház. A mögöttünk hagyott esztendő a jelenlegi intézményvezető utolsó teljes éve volt.
ez is téma volt a Csepregi képviselőtestület legutóbbi ülésén. A Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtárnak az éves beszámolóját is tárgyaltuk. Ugye a tavalyi éveset 2022-ről beszélünk jelen esetben, ahol kiemelten megköszöntem intézményvezető asszony munkáját, hiszen sok szempontból volt egy picit, ha szabad így fogalmazni, sánta évünk, hiszen egyrészt még ezt az időszakot is tépázta az a típusú döntés, hogy félgőzzel tudott működni az intézmény, hiszen meg kellett hozni olyan döntéseket, hogy a spórolás véget zárnunk kellett, most már ugye hozzá kell tennem, minden a régi kerékvágás szerint megy, és hozzá kell tenni azt is, hogy egy átépítés kellős közepén végén, nem mindegy, hogy hogy fogalmazunk, hiszen valamilyen szempontból a végén, valamilyen szempontból pedig az elején vagyunk. Erről is sokat beszéltünk az ülésen, hiszen most az egyik etap lezárul hamarosan, viszont megnyitunk egy újabb ajtót. Részben a művelődési ház felé, részben pedig ugye a lakosság irányába, hiszen nagy léptékű átépítések fognak megkezdődni majd hamarosan. Itt természetesen ki kell emelnem azt is, hogy mindamellett, hogy megköszöntük a 2022-es évi munkáját az intézményi dolgozóknak és intézményvezető asszonynak, valahol egyfajta búcsút is kellett, hogy vegyünk Erzsi nénitől, hiszen ha így nézzük, valahol az utolsó komplett teljes egész évét töltött az intézmény vezetőjeként Csepregváros szolgálatában, ugyanis április 30-ával megkezdi majd nyugdíjas éveit, ezúton is kívánok neki boldog életet, jó egészséget és hasonló sikereket, de bízok benne, hogy ezekről a sikerekről majd még fogunk tudni beszélni a későbbiekben is. Fele-fele arányban vörös és fehér, valamint néhány rozébor is megmérettetett a 40. Csepregi borversenyen, amelyet a május 1-én hivatalosan is nyitó vinotékában tartottak. Szerte a térségből érkeztek borbírálók, a döntés megszületett, azt majd a hagyományos Orbán napi programon hirdetik ki ünnepélyesen. Férfi dalkör helyi bordalokkal köszöntötte a népes, boros közösséget a Csepregi vinotékában április 1-én. A helyszín miatt is különleges lett a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület, valamint a Borbarát Hölgyek Egyesületek közös borversenye. Először is a legfontosabb az, hogy a 40. Csepregi borversenyről beszélünk, és a legfontosabb dolog az, hogy ilyen gyönyörű létszámmal neveztek a gazdák, és azt mondom, hogy egy nagyon nívós zsűrit is sikeredett összeállítani erre a 40. városi borversenyre, és maga a hely is ugye egy megújult hely, tehát először rendezünk itt az új vinotéka épületében borversenyt. Úgy gondoljuk, hogy teljes mértékben ez alkalmas ez a helyszín ennek a borversenynek a lebonyolítására. Vörös, fehér és rozé tételek is poharakba kerültek. Próbáltunk minél szélesebb skálába a bírálókat összeállítani, tehát különböző helyekről. Tehát érkeztek Kőszegről, Vaskeresztesről, Sopronból, Zalaszentgrótról, érkeztek Ausztriából, innen Locsmándról, tehát a szomszéd településekről. Ki kell még emelni, hogy Sághegyről is van bíránk az idei évben, illetve Sárváról is vannak itt bírálóink. És 58 tétel, ugye? Jól emlékszem a számot. Igen, 58 tétel van, 18 gazdától, tehát 18 gazda nevezett, és körülbelül fele-fele arányban vannak a fehér és a vörös borok, és emellé társul még 7 darab rozé. A versenyre küldött tételeket először, de korent sem utoljára kóstolták a Csepregi vinotékában. Május 1-ével meg is nyitja kapuit ez az egység, és mind a mellett, hogy vinotéka funkciót fog ellátni, cukrászda, kávézó és sok minden más, egy kis közösségi tér, bízom benne, hogy Csepregváros egyik színfoltja lesz majd. És nyilván ebből az apropóból adódóan majd a következő időszak, a következő hetek arról fognak szólni,
hogy az engedéllyel rendelkező borosgazdákkal fogja felvenni Csepregváros önkormányzattal kapcsolatot, hiszen úgy gondolom, hogy egy közös cél, egy közös érdek, hogy minél több szintéren meg tudjuk mutatni, hogy igenis van ereje a csepregi bornak, hiszen ezt a minőséget úgy gondolom, hogy az ország különböző pontjaira is el kell juttatnunk. A csepregi turizmus zászlós hajójának szánják a helyi bort. Ennek a törekvésnek volt fontos állomása az idei borverseny is. A fehér boros szakmai zsűri elnökének Zsolnai Balázs szeretnénk felkérni. A másikra pedig a vörös borosra, pedig Böröc Tamás urat. Köszönjük szépen. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek a 2023-as borversenyen, de megszületett a döntés. Majd az Orbán napi gyepütiprás alkalmával lesz nyilvános az eredmény. Akkor derül ki, melyik lesz Csepregváros borra 2023-ban, ki lesz az év borásza, és fajtánként minősítettek a versenybe küldött borok. Azt a kutya minden, mint a világnak, az a életem van, mint a kutyának. Ami a 2023-as borvárakozásokat illeti, már csak az igazi tavaszi melegedésre várnak a vesszők, hogy újabb szakaszba lépjen a szőlőfejlődése a Csepregi hegyen. És konkrétan szőlőhegyen én úgy gondolom, meg úgy tudom, hogy szinte minden gazda befejezte a metszési időszakot, illetve még a kötözésen is túlesett. Tehát most ilyen pillanatban várakozás van, tehát várjuk, hogy az idő tényleg most már kitavaszodjon. Egyszer-kétszer megmutatta már magát, de azért ezek a reggeli hidegek, meg fagyok azért én úgy gondolom még a szőlőt megállítják a kihajtás, a kifakadásában, de szerintem most már hamarosan, tehát tényleg, hogyha megleszik az idő, abban pillanatban elindul, mert netkeringés már zajlik a vesszőkben, ahogyan a metszéseket végeztük már, ahogyan levágtuk a vessző végét, csordogált belőle a nedv, úgyhogy itt most hamarosan elindul az a folyamat, hogy a hajtások szépen kibújnak. Csapadék elegendő volt, mert azért elég hektikusan érkezett. Hát én azt mondom, hogy sajnos nem. Tehát mindig várjuk az esőt, jönnek a felhők, és valahogyan mindig tovább mennek. Pár milliméteresünk volt, de ez jelentéktelen. Ugye mindig az eső után jön egy nagyobb szél, és abban a pillanatban kiszárítja a talajnak a felső rétegeit. Fagyot ígértek még április elejére. Hát igen, mondják, de bízunk benne, amíg nincs kint maga a hajtás, tehát a zöld szintest még nincs kint a rügyekből, addig én úgy gondolom, hogy nem lesz problémák, tehát nem történhet. Olyan nagy mínuszok nem lesznek én szerintem, ami magában a veszőn belüli fagyokat okozza. Kedves nézőink, magazinunk végén ezúttal is áttekintjük címszavakban beszámolóinkat. Kinyitott a nyári bejárat. Az időjárás ellenére erős szezont kezdő hosszú hétvégére számít Bükkfürdő. Portékavásárral kezdődött, tojáskereséssel végződött a húsvéti program Csodaországban. Édes lett a húsvét várása a büki idős otthonban. Kézműves csokoládét formáztak, díszítettek. Finisben a felkészülés. Április végén sok színfest a Petőfi 200 jegyében. Petőfi 2023-ban irodalomtörténeti előadás. A Csepregi Farkas Sándor Egylet és a Művelődési Ház szervezésében. Elfogadták a Csepregi Művelődési Központ éves beszámolóját. Az épületet több felújítás is érinti. 18 gazda 58 tételét mérette meg a 40. Csepregi borversenyen. Új közéleti magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is tartsanak a Trió TV-vel. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Ha első kézből értesülnének friss beszámolóinkról, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, érdemes. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!